Bumum TV, Magyarország első magyar nyelvű közösségi katolikus televíziója. Kérjük, hogy imáival, önkéntes munkájával és adományaival támogassa a televízió további fejlődését. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves jó testvérek, augusztus 28-a van, Szent Ágoston ünnepe. És mivel szerdára esik, hát így ezt a szerdai gondolatot is legyenek olyan kedvesek, hallgassák meg. Mindenek előtt persze magát az evangéliumot, ami a Máté 23. 8. 12. Ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egyati mesteretek, ti pedig minnyáján testvérek vagytok, atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egyati atyátok a mennyei, tanítónak se hívassátok magatokat, mert egyati tanítótok Krisztus. Aki nagyobb közületek, az a szolgátok lesz. Aki megalázza magát, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Kedves jó testvérek, néha zavarban vagyok, hogy arról vagy arról a valakiről, amiről, akiről szólnom lehet, tudok-e úgy megszólalni, hogy az méltó legyen a történet, vagy éppenséggel a személy nagyszerűségéhez. Nos, többek között Szent Ágostonnal kapcsolatban is így van, talán minden lelki pásztor. A négy egyház atya közül az egyik ő, a nyugati egyház atyák egyike, és hát már ez kiemeli a sorból a többi szent, talán még a vértanú sorából is. Van egy fiatal festőművész barátom, Lelkes Gergő, aki a közelmúltban a Vác hétkápolnai templomba megfestette Szent Ágostont és édesanyját, Szent Monikát. Nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy van egy pap, van egy kedves atya, aki ezt kéri ettől a művésztől. Mert talán többször is kellene és jobban figyelmünket Szent Ágostonra irányítani, de rögtön hozzáfűzöm, az is nagy örömöm volt, amikor meglátva a festményt, ami már el lett helyezve ott a kis templom egyik falára, láttam, hogy a művész fölvállalta, hogy bizony, numíbiai származású, észak-afrikai volt. Ágoston és természetesen édesanyja is, akit ugyancsak Szentként tisztelhetünk, Szent Mónika. Ugyanis be kell, hogy valljuk nekünk itt Európában élőknek, hogy sokszor szükségünk lenne más kontinensekre jobban odafigyelni, akár az ott a múltban, mint most például a keresztény ókorban lejátszódó események egyik főszereplőjére, akár a jelenben nem Európában, de valahol jeleskedő személyre, eseményre. Úgy zárójelben megjegyzem, rosszra is. Kell, hogy érdekeljen bennünket egy-egy tőlünk több ezer kilométerre lévő távolságban élő emberek tragédiája, sorsa, szomorúsága, néha gyásza. És hát már azt is kimondtam, hogy, hogy az is öröm, hogy nem csak Ágostont festette meg, hanem édesanyját Mónikát is. Ugyanis óvatatlan, hogy az ember ne figyeljen oda, hogy persze a mindenható Isten kegyelme, de nagyon sokszor embertársainkon keresztül, tehát embertársainknak is köszönhetően irányítja életünket, sorsunkat. Netán jó esetben az üdvösség felé, de bizony előfordulhat, hogy éppen környezetünkben élő embertársaink egyike-másika, Ellenkező irányba próbál bennünket terelni. Rossz példájával, vagy egyéb módon. Ágostont is olyannyi személy vette körül földi életében, ami nem is volt egy rövid élet, hisz több mint 70 évet élt a 4. század közepétől, hogy egy teljes templom teljes falfelülete kevés lenne ahhoz, vagy ott ábrázoljuk őket, vagy szemléljük őket egy ügyes művész segítségével. Mert hát nem csak Mónika hatott rá, de hatottak azok a Krisztus útján járók, és nem Krisztus útján járó, de feltételezhetően jó utat kereső és jó úton járó emberek is, akikre ő akkor 4.-5. században felnézhetett, akár még gyermekkorában, ott, ahol született, Tagasztében, vagy Kártágóban, vagy később Rómában, de elsősorban Milánóban. Ugyanis Ágoston különösen is olyan ember volt, akire azt mondhatjuk, hogy, hogy igazi kereső ember. És a kereső ember először arra talál rá, amire már őt megelőzően valaki más rátalált. És itt lehet egy görög bölcselő, lehet egy Itáliai költő az illető, vagy éppenséggel egy pap, egy püspök, és az ő rátalálásuk eredményeként találhatunk mi, és találhatott Ágoston is rá sokféle különböző lelki irányzatra, szellemiségre, hitre. Nem lehetett könnyű éppen ezért neki, előbb vagy utóbb, de nem lövöm le természetesen a poént ezzel, hisz minnyáján tudjuk, rátalálni az igazi hitre, a kereszténységre és magára Krisztusra. Szóval a kereső ember volt, és ebben a keresésben bizonyára dominált az ő életében az is, hogy rádöbbent arra, hogy ő nem egy akármilyen képességekkel megáldott személy. Rendkívüli szellemi képessége volt, rengeteget olvasott, nem felejtette el azt, amit olvasott, és volt szókincse, retorikai tudása, ismerete, ezért tudott nemes módon vitába szállni másokkal, és természetesen, ha ő képviselte a jót, akkor győzedelmeskedni is. De azért odáig el kellett, hogy jusson, hogy igen, megismerve sok-sok világnézetet, sok-sok erkölcsi rendet, rádöbbenjen arra, hogy a kereszténység az, ami a legtöbbet tudja adni az embernek. Képességeivel eljutott oda, hogy a Biblia is a kezébe került, de hívő keresztény édesanyja, Mónika, mégsem tudott könnyen győzedelmeskedni az fia, az ő fia, Pogány elképzelései fölött, mert Ágoston Dajka mesének tartotta az édesanyja által képviselt szentírást, Bibliát, és mindazt, amit persze a Biblia Jézusról ír. Annyi mindent olvasott Ágoston, hogy nem is csoda, hogy a talán retorikailag vagy filozófiailag mélyebb, komolyabb művekhez hasonlítva a Bibliát, nem tartotta igazán értékes műnek. De a jó Isten megszerette őt. Egy kicsit azt mondom, talán úgy, mint a gazdag ifjút. Emlékezünk a történetre, amikor egy gazdag ifjú Jézushoz fordul. Mit kell tennem, hogy bejussak Isten országába, stb. stb. És ott leírja az evangélista, hogy Jézus megszerette ezt a gazdag ifjút. Aki persze akkor amikor először beszél Jézussal, még nem tudja vállalni azt, ami kell ahhoz, hogy bejusson Isten országába. Ágostant is előbb szerette Isten, mint ahogy Ágoston megszerethette esetleg magát Jézus Krisztust. De érdeklődött az igazi Isten kép után, és előbb-utóbb arra például rájött, hogy a világ rendje beszél Istenről. Tehát a világra rácsodálkozva, annak a fenségét élvezve, igenis megtalálhatja az ember az alkotás mögött magát az alkotót is. Szeretett volna nagy karrierbe futni, ez biztos. Mégpedig nem is csak világi, vagyis hát tudományos körökben, hanem még olyan körökben is, hogy, hogy nagyra tartsák őt az emberek, azon belül netán az asszonyok a nők is. Ezért képes volt bűnös életet is élni, mert hát díjazták őt ezért vagy azért, és ő belement ilyen dolgokba. Aztán éppen tanulmányai, vagyis hát a, a siker felé orientálódása vezette őt Milánóba. Jó tudjuk, ismerjük a történetet, ott akkor Ambrus, az ugyancsak a négy nyugati egyházatja, legalábbis később már így beszélünk róla, egyike volt a püspök, akinek előadásait, prédikációit meghallgatta. Először csak azért, mert szerette volna eltanulni ezt a mesterséget, hogyan kell beszélni, hogyan kell megnyerni az embereket valamilyen, valamilyen nem célér, netán. De még mindig távol tartotta magát magától, a prédikációk, az Ambrus által elmondott előadások tartalmától, amit csak egyszer nem történik meg, hogy a leírása legendás történet szerint egy gyermekhang mondta neki, vedd és olvasd, tolle et lége. És ő kinyitotta a szentírást, és amit éppen talált, azt kezdte komolyan venni, venni és olvasni, és aztán Pálapostól írásaiból kiindulva megismerni a teljes igazságot, megismerni Jézust. A gondviselés gondoskodik róla, hogy találjon olyan barátokra, olyan társakra, akikkel együtt tudja ezt az életutat immáron járni, és el tudjon szakadni olyanoktól, akik pont ellenkező irányba vinnék őt. Ezért kötődik egyre jobban édesanyjához, kötődik olyan barátokhoz, akikkel aztán egy kolostort hoz létre, ez az Ágoston rendi szerzetes rend csírája, először Tagesztében, szülővárosában, aztán később Kártágóban is. És olyan szigorú, önmegtagadó életet kezd élni, amivel talán szinte igyekszik helyre billenteni mindazt, és életének azon szakaszait, amelyet előtte élt. Most nagyon szigorú, és nagyon keresztény életet óhajt élni, és nem csak egy hát átlagos szintű tanítványa lenni Jézusnak. Nos, ennek köszönhetően fogalmazza meg gondolatait, ír közel száz könyvet. A legismertebb a Vallomások című könyv, éppen saját életének a történetét leírva ebben, ennek köszönhetően tudjuk azt is, amit most itt nagyjából igyekeztem fölvázolni. De ír és gondolkodik mindarról, amit már másoknak is kíván. Igazi nagy mester lesz, igazi nagy tanító lesz. Az evangéliumban az előbb azt hallottuk, hogy senkit nevezzenek, ne nevezzenek rabbinak, mert egyati mesteretek, ne nevezzenek senkit atyának, mert egyati atyátok a mennyei, tanítónak se, mert egyati tanítótok a Krisztus. Nos, az első században, de talán még a negyedik, ötödik században is szükség volt ennek a néhány Jézustól származó mondatnak a komolyan vételére. Hála Istennek ma már nem kísért meg bennünket a gondolat, hogy összetévesszünk akármilyen mestert az isteni mesterrel, akármilyen Atyát, egy papot, egy püspök atyát, egy szent atyát, magával a mennyei atyával. De bizony, aki akkor a talentumokat kapott, mint a mekkorákat, és mint amennyit Ágoston, azt nagyon sokan igazán mesternek, tanítónak, atyának kezdték elfogadni. És ezért követték őt, de nem csak akkor, hanem a későbbi századokban is, mindazok, akik az úgynevezett Ágoston rendi, szerzetesi életet élték meg, követték őt. Ő pedig egész életében, visszaemlékezve, úgy mondhatom, a bevezető évtizedekre, amikor még máshol kereste Krisztust, és nem a Bibliában, máshol kereste Istent pontosabban, és nem a Szentírásban, máshol keresett örömöt, boldogságot, és nem a kereszténységben, nem netán a papi hivatásban, a püspöki hivatásban, ha erre hívta valóban őt a mindenható, már pedig erre hívta, és ezért lett tudjuk Hippóvárosának a püspöke előbb-utóbb visszaemlékezik, és szinte egész életében bűnbánatot gyakorol. Érdekes a történet, vége úgymond, amikor is már meggyengült szemmel, talán túl sokat is olvasott, és ezért romlott el a szeme, kérte, hogy jó nagy betűkkel Dániel bűnbánati zsoltárát, imáját, írják le neki, és tegyék oda eléje, függesszék föl a falra, az ő látóterébe, hogy azokat olvasgassa, hogy újra és újra átélje ezt a bűnbánatot. Mi szerint a mi sorsunk az arcpirulás, míg Isten természetesen a dicsőséget hordozza önmagában. De hát hála Istennek, az arcpirulásból, a szégyenből, a lelkiismeret furdalásból megtérés fakadt, és fakadhat mindenkor. Szent Ágostannak ennek a zseniális elmének és egyben szenté vált embernek a példája. Kell, hogy hason ránk is. Ne azt tartsuk tragédiának, hogy mi volt az életünkben ilyen-olyan eltévejedés, a rossz példák eredményeként esetleg, hanem azt, hogy változtathatunk, hogy lehetünk akár egy pogány édesapa és egy hívő édesanyja hátterével is, igen, a jó felé döntő emberek, keresztények, és még akár szentek is. Hát ehhez segítsen bennünket a mai ünnepelt Szent Ágoston könyörögé lettünk. Köszönöm a figyelmet, a meghallgatást. Dicsőségek a Jézus Krisztus. A bónum tévét keresse és kérje kávé szolgáltatójánál.